Szóval Géza bácsi, itt melegebb van, mint nálad. Úgyhogy... Tényleg, jó, oké. Holnap reggel megyek én is, úgyhogy Jó van. találkozunk. Már találkozunk, épp most itt szerződéseket töltögettünk meg mindenféle adminisztrációban. Itt most itt elfelejtettünk valamilyen, nem tudom, olyan cégkaput csinálni, akkor mindegy, szóval megy a játék. Vissza a piac, nem tudom, te miket keresgettél most a héten, volt-e valami, először is kereskedés kapcsán, hadd gratuláljak, mert most nem akarta nevét mondani az úriember, de láttam a videót, amit átküldte, hogy brutálisan szépet ő saját maga Igen. összehozott nyereséget. Azt nem tudom, azt föltöttetted már valahova? Föl, Vagy... igen, a YouTube-on itt fönn van. Ja, YouTube-on fönt van. Aki még nem látta, gratulálok innen is. Anonim Igen. mentoráltadnak, hogy ilyen szépet tudott... 10-ből 18-an. Amikor még veled beszéltem, hogy van ez az illető, és hogy 10-ből 10, akkor 17 volt. Igen. Másnap már 18 volt. Igen. Itt, hogyha megosztom, akkor mutatom a többieknek is, mert csak minket látnak. Ha feljött a YouTube-ra, hittem, hogy beszél Lagarde, per pillanat most alapkamat döntés volt, és most magyarázza, hogy mi a helyzet. De hogyha a YouTube-ra feljöttök, ugye, ahol most ugye vagyunk per pillanat, akkor ott megtalálható lesz a Várkuti Géza alatt a videókhoz, ugye simán, hogyha oda mennek, akkor ott lesz. Ott megy, igen, látod, a live. Ez a live, és akkor Nem, talán fölötte, ja, de már az a láttam. múltkori. Ez aha, ezt akkor itt meg tudják kereskedett, igen, 10-ből 18 ezer eurónál tart, és ez még csak az eleje. Jó, erről beszéltünk a Gézával, az előtt, csak hogy tudják, hogy mihez kötni. Jó, back to trading, hogyha élő kereskedés van, épp most beszél Lagarde, Christine Lagarde, hát a data depending, strongly endorsed by the governing council, szóval mindig is követni akarják az adatokat, szóval nem mond olyat, hogy vágunk, vagy emelünk, vagy tartunk, hanem azt mondja, hogy meglátjuk a makrókat, és akkor utána történik majd a döntésnek a meghozatala. A piac e kapcsán, hát várakozásnak megfelelően alakult. Én itt az Euroaudon találtam tehát épít volt nálam a Zsolti bácsi, Peter Zsolt tanuló, haladós tanuló, meg az Ámos is itt volt, képzeld el. Aha. Japó, igen, úgyhogy folyamatosan itt jönnek élőbe és találkozunk. No, itt találtunk egy H4-es engulfingot az Euroaudon, és egy key levelhez vissza is érkezett, szóval itt mi így vettük észre, hogy egy key level lenne ez a 1,63 környéke, ugye ez ide kéne tenni, talán így szebb, és akkor fordult key level, és akkor nem a engulfingnek a TP-t adtam meg, hanem jóval lentebb itt, mert a fundamentális strand, amúgy a ausztráloknál komoly, most már hónapok óta tartó inflációs növekedés van. Ehhez belekötsz belénk, hogy ez helyes vagy nem helyes, vagy Az abszolút, abszolút ez szabad. abszolút Semmi, ezzel egyetértesz. Jó. semmi szerint nincs vele. Oké. Talán mérjük meg, add meg nekem a hozzáférést, Attila. Azt mondja, hogy remote control Géza Várkuti. Így nézd meg. Oké, köszönöm, pillanat. Ja, megnézzük. Hogy mekkora a gyertya, arra vagyok kíváncsi. 43 pip, az még normálnak számít, tehát nem a nagy gyertyás változat, elvileg lehet tovább menni, tehát nem kell a TP-t tartani, hanem tovább lehet menni benne. Jó, oké, ez volt az egyik, amit itt most euróval kapcsolatban, ugye mivel eléggé dovisan fogalmaz amúgy a Lagarde is, szóval data dependent, de nem azt nagyon szépen elmondta, hogy amúgy az inflációnak a stabilizációját látja 2% környékén, ami a célja is konkrétan. Úgyhogy ezzel kapcsolatban nyitottam is egy pozit, az európai 50-esen, ez az EUR 50-es, szóval Európa 50 legjobb cégét szedték össze ebbe az indexbe, ez egy részvényindex, és tehát ilyen oldalazásban valamit én észre H4-en itt kiszúrtam, látod, hogy itt ilyen
oldalazás dolog van, legalábbis az elmúlt időszakban, és akkor ezért itt a, hát a kerek számlát, hogy itt az, ami fogta, ez az 5000-es szint, az alá tettem be a TP-met, és akkor innen kezdett el így markánsan fordulni, és akkor most mertem beszállni. Nézegettem, hogy akkor mi lesz, de inkább megvártam, hogy mondjon valami olyasmit, amit tudok belekapaszkodni. Ehhez a kötéshez mit szólsz? Rá tudsz-e tenni fibót esetleg, vagy van-e valami, mert itt, hát itt volt benne egy ilyen engulfing-szerűség, de most már legyűrte, és akkor meghalt ez a jel, ezért is nyitottam másik technikai info. Itt ebben látsz valamit még itt, ez most M30-on van, de ott a Igen, gondolatban. tulajdonképpen lehet, igen, mégpedig nem is rossz. Viszont kell egy órásra, mert Igen, M30 ebben az ágyasan esetben van. jobban látszik, így jobban látszik a korrekció. Itt van, ugye? Tehát ez a korrekció itt torpant meg, hogy mondjam, a korrekció innen indulva, ez a teteje a korrekciónak, magyarul, hogyha ezt legyőzi, akkor lehet vele tovább menni, és hogyha ezt a fűalattyúval megpróbálom meghatározni a célárat, akkor azt mondanám, hogy hagyom, hogy átszúrja, nehogy már nekem pont annyi hiányozzon, akkor az a célár az nekem ide jön ki, 49-63 környékére. Ami szintén nem rossz szint, ha visszanézed, most csak itt, amit a csárton látni lehet. Aha. Nézd meg, az én TP-m az pont beleillik a 138-asba. Egy az egybe. Látod? Pont a Igen. 138-asba illik bele. Nagyon jó. Oké, szóval a százast azt mindenféleképpen azt mondod, hogy megcsinálja, szóval van még benne löket. Lehet, hogy akkor majd behúzom brékre, vagy leteszem annak a környékén. Meglátjuk, akit szignálos, az követett minket, úgyhogy az meg tudja nézni. Emellett még hadd kérdezzem meg tőlem, itt a múltkor, ugye azóta is még megvan az a kötés, már eléggé szépen megszvapoltattak, ülök benne, eléggé nagy, ez egy nagy pozi. Itt a franciákra gondolok, itt vagyunk most, ezzel voltam sokkal nagyobb pluszban is. Azt mondja, hogy tessék, itt van a francia index, de most átteszem H4-re, mert itt látod, itt beragadtunk egy sávba, szóval itt e között a kettő között pattog, Igen, igen. ugye, hogyha most ide tenném, akkor talán így lenne helyesebb, de a kettő sáv között pattog oldaladnak. Most ki tudna belőle törni, én ide márom vissza, jóval feljebb állom ilyen kondíciók mellett, csak hogy még mindig itt vagyok, és már volt több lehetőségem is amúgy lezárni, ugye kettőször voltam ilyen szinten, de ki akarom ezt ülni, nagyon jó helyen vásároltam, itt a 7500-as környékén. Erre tudsz-e valamit mondani, vagy ez az oldalazás, míg le nem győződik, addig neked sincs semmi olyan fix kapaszkodási pontod, amire azt mondanád, hogy akkor most Attila. Hát nem nagyon van. Most H1-en vagyunk, nem, ez H4, ugye? Igen, ez Hát H4, nézem ez. meg H1-en egy pillanatra. Igen, ott van benne a korrekció. Elvileg a trend még mindig érvényben van, tehát a dótörvény szerint legalábbis, ugye? Ha innen kezdek, és azt veszük ott a korrekció, első korrekció tetejének, akkor most tart a 68 környékén. Igen, és körülbelül oda jön ki a célára, ahol ez a vonalad van. Megint érzelem, mi megint oda jön ki arra. Jó, ma azt várom, hogy Lagártól tudod, hogy itt most nem fog nagyon itt. Rá is van erre feküdve, tudod, erre a zöld energiára, meg hogy nagyon fontos, hogy energetikailag az Unió tovább fejlődjön, és azért ebben az indexben azért nagyon sok olyan energetikai cég van, amely húzhatja, tudod, ezért vártam, hogy jobban megindulnak. De hát mi mindig itt szerencsétlenkednek per pillanat a franciák. Emellett, ami még volt egy érdekes kötés, azt is most kötöttem mai nap, és küldtem is, ugyebár itt a Signal csoportba ezeket küldjük, ugye egy hétig ez ingyenes, ez itt a reklám helye. Az pedig az volt, hogy EUR 50 is előtte kötöttünk egy Dow Jones függő euróadót, arról beszél, Nasdaqot nézzük meg, jó, az is mai kötés. Még ehhez, Attila, egy pillanatára, ehhez Igen. még valamit mondanék, hogy menjünk vissza oda, ahol Bocsánat, voltunk. bocsánat, csak itt ez a második, a Nasdaq előtti. Menj le, és akkor itt nézd, csak főpill, itt ez az, igen. Oké, tehát ha el is éri
Még szerintem ne szállj be. Tehát az ilyen erőszintet általában az történik, hogy átmegy rajta, utána pedig még visszajön hozzá. Emlékszel, ezt a múltkor is már egyszer meséltem. És hogyha újra elindul, és Igen. elviszi annak a tetejét, Akkor, aha. akkor elindulni. Tehát Igen. nem hiszem el neki, hogy legyőzte a szintet, amíg át nem megy rajta, vissza nem lép, és el nem indul neki. Ja, hát ott az alján bevásároltam, ott 7500-nál volt, látod, ott van kettő kötésem is, de csak akkor lehetne rákötni még egyet, hogyha azt igen. Már csináltél, tehát ott átszúrt már rajta párszor, két-három átszúrás van, de nem tudott úgy fölé kötni, Ő vagy az fölé semmi. zárni, ahogy te ezt mondtad. Jó, menjünk vissza a Nasdaqra, mert a Nasdaq az egy érdekes történet volt, hogy nagyon megütötték az amerikai tech cégeket mostanság. Volt benne egy gyengú fingertje, nem mertem bekötni, mert annyira, már többször megszivatott, amikor beszálltam, tudod, trenddel szemben, pedig nagyon szépen egy D1-es és egy H4-es gyengú fing is volt rajta, hogy erről fog szólni most a szemináriumunk. Ezt egy az egyben megcsináltam, és elérkezett egy key levelhez, én azért kötöttem le, mert key level környékén vagyok, ez ahová, ez mindig rossz helyen van. Kilevelhez érkeztünk, ami napi szinten is megállja a helyét, szóval ez a, hát ennek a környék, a H4-en nézed, akkor ez így néz ki. Én ide húztam, hogy eljött ide hozzá, ez itt egy szint, amit kilevelnek, látod, beüti, átmegy, mellette megkapaszkodik, Igen, egyértelmű. és akkor utána volt még egy, ahonnan pont fordult, ez az a szint, ahonnan fordult, hogy itt is egy ilyen szint, ahol látod, megkapaszkodik rajta, beveri, szóval, hogy többször volt fontos az árfolyam számára, és ide tettem, a kettő közé tettem. Szóval legszebben ide kellett volna jobban lejjebb tenni a stopot, én a kettő közé tettem, mondom, hogy ha ez a kilevelről tud fordulni, akkor hadd menjen. Egy 500-ast rátettem, most pluszba vagyunk vele, de meglátjuk, hogy mi lesz. Hát most per pillanat itt még Nasdaqnál ez egy érdekes történet. Pluszban vagyunk, úgyhogy remélem, hogy nyit Amerika, és akkor meg tudják rángatni jobban fölfele. Itt látsz-e valamit H1-esen, vagy tudsz-e mondani rá, amelyre akkor... Sajnos nem, ez egyelőre ugye még az előző csúcspontot sem győztük le, tehát ugyan fölfelé haladunk, tulajdonképpen már ez a gyertya, ez egy elég erős gyertya volt, de hát jelen pillanatban ez még nekem egy trend indulása lehet, tehát kéne nekem mindenképpen egy korrekció ahhoz, hogy azt merje mondani, hogy oké, ez szabályos, mehetünk vele tovább. Szóval én ott hagynám, de különbözőek vagyunk, tudom. Jó, oké, én mondom, hogy teljesen ez a key levelhez, látod, itt megérkezett hozzá, nagyon szépen megkapaszkodott rajta, ezért gondoltam, hogy akkor rákötök és elhelyezek ide egy stopot, mert ugye ilyen szempontból longra várom, szóval van ez a Trump line, most nagyon szépet fogtunk a Dow Jones-szal, itt van egy függő megbízás is benne, mindjárt be fogja kötni, következő miatt helyeztem el, azt vettem észre, hogy ilyen nagyon szép, mint a zászlózna, látod, hogy meglő és vissza, és akkor most helyeztem itt el egyet, ez egy engulfing gyertyának is elmegy, amúgy H4-esen is, mert ugye hullámzik, alja megindul, úgyhogy én ezt elfogadtam engulfingnak, és ezért tettem amúgy ide a stopját neki, ezt ilyen tramplalinak hívják, amúgy ugye mióta itt volt ez a történet, nagyon megindult a Dow Jones, a többiekhez képest most ilyen all-time high-nál vagyunk, úgyhogy nem volt még sohasem ilyen magasan a dó. Belőle már lepakoltunk amúgy, de most itt ezeket fogtuk meg, és csak itt beszállogattunk, most már ma tettük le 2 napja, tehát most, ez is e-heti kötés, most jön vissza. Erre mit gondolsz, ez egy jó ötlet volt, hogy itt ezt elfogadtam engulfingnak, és akkor most itt a felénél rányitok, vagy ez szerinted ez nem elfogadható, és még ezt elkapkodtam. Nézd, attól én ragaszkodom a szabályhoz, tehát nálam ez nem az. Ugye ez Vagy az 5-6, vagy a nem igazi 6-6. fordulatnál van, szóval ez az, hogy van két piros gyertya előtte. Ugye az ingolfingnak annak forduló ponton kéne lennie, az pedig ez menet közben van egyértelműen. Igen, menet közben egy trend irányába. Igen. Igen. Azért kötöttem rá, mert amúgy azt vettem észre, hogy amikor nagyon egy irányba trendel,
akkor irányba érdemes inkább beszállnom, mert akkor sokkal nagyobb a találati arányom. Szóval, ha mondjuk emelkedő trendben vagyok, és hogy erősen hullámzik fölfele, akkor inkább a longokat keresem meg benne, mint a shortot. Ettől függetlenül nézd meg, a Nasdaq most megcsinálta a fordulatot milyen szépen, hogy amiről az előbb beszéltünk, megcsinálta a H4-es engulfingját, és meg is csinálta a TP-jét. Szóval igen, ez egy sokkal tisztább és egyértelműbb helyzet, még D1-esben is. De volt ilyen, amikor beszálltam H4-esre, és elvitte, szóval nem csinálta meg, mert annyira longolt fölfelé még előtte valahol, és azt hiszem itt ezt fogadtam el engulfingnak, és akkor ezt nem csinálta meg, pedig csúcsnál volt, szóval hullámzott. Na mindegy, szóval, hogy vannak ilyen érdekességek, hogy elér egy szintet, és akkor onnantól kezdve menj egy rallit, és semmit, egyetlen egy H1-es vagy H4-es engulfingot nem csinál meg. Azt most elértünk ugye egy nagyon szép kerek számhoz, és azért most jött egy korrekcióban, ami normális is, de ebben nem mertem. Szóval nem mertem trend ellen nyitni. Ahol mertem most egy ilyet csinálni, az a japán jenes történet volt, és csak itt D1-esen is kirajzolt engulfingot, nekem csúnya engulfing, mert alulról kanócozik, szóval itt megjelent azért a vevői oldal, viszont egy olyan, mintha egy game changer történet lenne, ugyanis ez a nagy elmozdulás, képzeld el, az amerikai CPI adatoknak a közlésére alakult ki. Szóval semmi köze nem volt a japán yenhez, vagy a kanadai dollárhoz, és a japán yen minden párjával szemben. Ha megnézed, ugyanezt ide be tudom tenni ezt a, hogyha akarod, így lepontosítunk, mindenkivel szemben a japán yen, euró japán yennél látod, ugyanaz jelent meg, dollár japán yennél ugyanaz jelent meg, azt mondja, hogy menjünk tovább, aud japán yennél ugyanúgy hasonló, szóval ugyanaz, akkor történt a fordulat, amikor kijött az amerikai adat, látod, GDP japán, és olyan, mintha elérkeztünk volna egy fordulathoz, legalábbis hát fundamentálisan ez amúgy már eléggé logikus, hogy elkezdtek már alapkamatokat vagdosni, tudod, és akkor Igen. a japánok tartják, értem, most a tartáshoz képest mindig gyengültek, mert ott magasabb az alapkamat, meg jobb a kötvénykörnyezet, és most pedig ahogy kijött ez a CPI, akkor már a piac, mintha befordult volna, hogy akkor annyira alulértékelté vált. Nézd meg most a kezdetekhez képest, Igen, akkor nagyon 2000 ez 2020, ez a koronavírusnak az indulása, látod, innen veszem, ez 65-60%-ot gyengült, 62-t az angol fonttal szemben. 62-t. Most ehhez képest, úgyhogy abba az irányba kezdünk tingilingizni, hogy alapkamatot kéne vágni az éknél is, a Bank of Englandnél is, akkor most egy korrekció azért belefér szerintem, és ezért fundamentális okból, meg ugye hát egy elég jelzés volt itt, mondom, hogy itt a trenddel szembe menve ez a nagyobb medvés ellenlétés. Te ebben látsz-e valamit, nem tudom, kileveleket, hogy meddig jöhet vissza, hogy ezt a TP-t jól értettem, mert 200 fölé tettem, itt látom, hogy a 200-as az egy kilevelszerűség volt neki, látod, itt is Igen, megközelítettem, igen, igen, itt igen. ezért tettem fölé, hogyha jön lefele, akkor azt megfogják, mert nem voltam messze tőle, azért már itt voltunk a TP-től, kérlek szépen 96 pipre, szóval ezt lehet, hogy brékre is húzom. Mit szólsz hozzá? Húzzam brékre, vagy még hagyjam ott ezt a... Hát nézd, a félúton már túl vagyunk, úgyhogy elvileg beúszhatod békivenbe, igen. Akkor ezt el is Azt nézem, húzom. hogy lehet, hogy a TP-vel még lejjebb lehet jönni egy picikét. Ugyanis, ha megnézed, nézd meg, itt van inkább egy szint, látod? Tehát itt egyszer beverte a fejét, itt ráült, nem is keveset, 200 környéke, szintén tudod. beverte a fejét még egyszer, ugye? Tehát ez a szint, ez inkább mondható kilevelnek, mint tehát esetleg több benne van, mint amit bejelöltél. Szerinted azt Tehát mert azért tettem följebb, tudod, közelebb, hogy azt érje el mindenféleképpen, azt a TP-t, ugye, ahogy jön lefele, már tud fordulni, látod, itt is már 100 pip előtte már elkezdett fordulni, már csak ezt elküldöm az szignálba, hogy akkor beúsztam brékre. Hogyha letöri azt a 200-ast, akkor hova tennéd utána, meddig engednéd le a TP-t, vagy meddig mehetne? hát
Ha igazán letöri úgy, ahogy kell, ahogy szoktam rajzolni, tehát, hogy látod, hogy visszamegy hozzá, és elindul lefelé, akkor a következő szint az valahol itt van. Ugye, igen. Ugye itt alulról, hát ez átszaladt rajtad, ez a gyertya, ez amúgy is egy gyanús dolog. Alulról, fölülről, és úgy tovább. Úgyhogy esetleg még ennyi. Ha Jó, letört. akkor csináljuk azt, hogy akkor mert ez a position 100, ez akkor csináljuk azt, hogy akkor én átteszem a TP-jét ide, fölé, ugye? Itt. Igen. Jó, és akkor break-re húztam, ezt meg elküldöm a srácoknak a izébe. Ja, inkább telefonról, mert akkor Jó, várj egy pillanatra, sok igen, egyben meg lehet. megnézem ezt. Hogyha az alsót veszem korrekciónak, akkor oda fog kijönni, nézd meg. Most ez a Fibonacci ide Akkor mutatja, tegyük rá, hogy tedd rá a százasra, akkor biztos, hogy milyen ahova hoztad. volt. De nem, ezt néztem, tehát a korrekció mondja meg, ugye? Tehát azt általában hagyom átszúrni, hogy nehogy a végén nekem ez a két pip hiányozzon. Ugye igazán szabályos így lenne. Ja, De jó, oké. még hagyom átszúrni, és pont oda esik, ahova húztad. Na, jó, ez, azt szerettem azért, amikor így megbeszéljük, és akkor így elhúzod a fibot, és még arra is illeszkedik, ez így jó. Aki, akkor ezt elküldöm a srácnak, mert ha telefonon rákattintok, tudod, akkor egyből kiírja, hogy akkor hogy akkor mennyi a stop, mennyi a TP. Oké, és akkor küldöm is itt az embertéknek, hogy mi a stájsz. Jó. És ez már módosult is. Jó, mit akartam még nézni? Hogy vannak itt a franciák? Jó, itt megy a mocorgás. Oké, többiek, Euro-Aud. Jó, van, oké, megindult itt az Euro-Aud is. Jó, oké, Nasdaq az kicsit visszább jött, mi van egy sugárvány. Na, itt van még egy, ez egy külön sztori, itt full technikailag mentem rá. D1, H4-esen láttam egy fordulatot, egy gyors megindulást, és D1-esen ez egy bikás engulfing gyertyába rajzolódott ki. És most azt Egyértelmű. csináltam, hogy nyitottam egyet, ugye itt, ahol itt észrevettem, ugye itt van a stopom jóval alattam, itt van egy ilyen key level szintjének, ez 5550 alá tettem, szóval még bőven alá, és itt van a TP-m, ugye kiszámoltam az engulfing gyertyámból, most van kettő kötésem, most fordult ez pluszba, ez a második, hát kicsit nagyobb lett az első, az 0,23, ez meg 0,35. Törzs, hogyha lejjebb jönne ide, akkor itt érdemes lenne még egyet rávennem? Mit gondolsz, hogyha leszúrna egy harmadik pozíciót? Ott már nagyon közel vagyunk az indulás aljához, mert a stopnak igazából itt lenne a helye, ugye? Igen, az A alatt a... szabályok szerint legalábbis, Igen, ugye? igen, Tehát igen. inkább följebb kellett volna kötni az elsőt, ez lett volna a második, és a harmadik az meg valahol itt. Aha, szóval, ahol most kötöttem ezt a másodikat, ez már majdnem az a mézé. Igen, úgy gondolom, igen. Oké, rendben. SL break. TP módosul. TP módosul. Jó, csak küldtem be ezének a szignálosokban, akkor ez így megjelenik neki, tudod, hogy ezért, mint egy kép, és akkor látják, hogy akkor itt ez nullában van, meg lehet, hogy S break, TP módosul, és ki is írja, tudod, hogy akkor hogy mennyi, hogy hova kerül. Igen, igen, igen. Látszik, hogy ennyi a TP, meg hogy hova teszed pontosan. Ezért mondom, elküldöm akkor telefonról. Jó, rendben. No, visszatérve a piacra, Krisztián még mindig beszél Investment Remains Weak. Jó, hogy a teremmel kapcsolatban kérlek szépen, brutálisan szép a terem, most voltunk bejárni tegnap, azt hiszem tegnap, és hát nem tudom, itt most egy videót, vagy hol tudnám, itt küldtem neked róla a videót, vagy most, Nekem nem, vagy nem. még nem. Klíma van, ugye? Van, nagyon vagány ez a terem, mindjárt megnézem, hogy gyorsan át tudom-e dobni. Van klíma, 380 fős, hát annyian nem leszünk, az biztos, amint hogy nem biztos, egyáltalán nem biztos, mert most ilyen 470-en jelentkeztek eddig összesen, és mit akarok mondani, és csak itt mindjárt most küldöm neked itt a,
hogy hogyan néz ki. Itt lehet, hogy át is mentessék, itt van videó, és akkor ez így. Wow. Szóval így, látod, egy nagyon Hány izé. személyes ez? Ez 380, 380 fő, ez a Q épület, de föl kell menni a negyedik emeletre. Oké, szóval a negyedik emeleten, úgyhogy meg, izé, minden mikrofon, minden működik, úgyhogy patent a történet. Aztán itt még azért le kell majd bugiznom valahogy a büfét, mert azok meg zárva vannak a hétvégén, tudod. Ugye az nem biztos, hogy lesz, lehet, hogy csak ilyen vizet, meg pogácsát, meg ilyeneket tudunk majd adni, az meglátjuk, hogy mit tudok megbeszélni. Jó, Jó, oké, rendben. szóval nagyon szép lesz, tényleg nagyon vagány. A piaccal kapcsolatban, amit most már kijött eddig, az, hogy van, kaptunk vegyes adatokat, PPI, mi az, ami bétenik. Itt tettél be nekik, amúgy kereskedésre láttam, volt most event menedzseretek? Kötés mai napra volt valami, azt nem láttam Volt, és valamit. nálam, én nem tudom, hogy mi történt, de nálam Nem csinál nem semmit? jött trédet se, holott kellett volna neki. Aha, nem, akkor Hát, nem hogy a volt. többiekkel mit, többiek, valami történt nálam, nem tudom, mert éppen mentoráltam, aztán gyorsan visszakapcsoltam, akkor Aha. már késő volt, tehát nem láttam, hogy mi történt. Jó, oké, akkor az nem, akkor arra nem tudunk, de aki pedig itt a szemináriumra jönne, az meg természetesen jelentkezzen. Elég, ha fele eljön, akkor az már egy elég komoly történet lesz. Ugye akkor a fent a weboldalunkon, itt rá kell kattintani az engulfing piros buborék alatti szemináriumra, és akkor lehet jelentkezni. Nagyon sokféle akciónk amúgy várat önökre, rátok. Ugye egyrészt lesz egy 1,5 millió forintos készpénzes ugye sorsolásunk, akkor lesz robot sorsolása, és ugye Marker Basic és egy Pro is, azt ugye az is itt van, azt e-mailbe küldtük, illetve a kvízeseket, akik jól teljesítenek, azok úgy szintén kapnak kereskedési számlákat, amik élő számlák kredittel, és akkor ameddig megduplázzák őket, addig lehet velük dolgozni, amint megduplázták, akkor meg ki lehet venni a történetet. Jó? Akciósán még, ugye, hát ezt még szerintem meg fogjuk tartani még egy napig, nem? Még Igen, még egy rapot ráteszünk. azóta nem tudom, már múltkor néztük, akkor ez már pluszos volt a podcastnál, nagyon szépen elkezdett dolgozni. Itt az Ámos is itt volt, ő azt mondja, a Nomikumot csinálja, ami ugye hasonló, hogy a Prót is, azt mondja, hogy a Prót is futtatja, meg a Nomikumot is, és hogy élőszámlán már neki is nyereségesség van, hála Istennek. Ott az, nem tudom, nézted el, hogy mi a helyzet, vagy nem volt vele időd, hogy volt Ma esetleg. nem volt időm Jó, ránézni oké. sajnos, de Jó lehet, van. hogy nyitva van. Nem, éppen nincs nyitva. Jó. Akkor legyen, mi legyen még itt, srácok? Van esetleg kérdés, aki itt most figyel minket, 20-an live chatben hallgattok minket, mi a kérdés, van esetleg valami kérdés, akinek írjátok ide be, légy szíves. Nagyon gyorsan amúgy letolja ide. Kérdés van-e? Így igen. Lehet írni, szóval a live chat az available. Kérdés van-e? Itt vagyunk, ugye ez itt a live-os történetünk. Nem nagyon gyorsan amúgy lett. És akkor ide lehet írni amúgy. Én már írtam, itt nem jelenik meg. Most bocsi. Na ez érdekes. Mert telefonon tudtam én. Ja, itt van. Sajnos késbe tudok csak megjelenni a szemináriumra, ez nem probléma, be lehet menni. Persze, hogy be lehet jönni. Igen, természetesen. Természetesen. Nyugodtan, semmi probléma. Semmi probléma. Jobb később, mint soha, ugye? Szokták mondani. Itt nem jelenik meg, nézd meg, nem tudom miért. Itt telefonon nekem megjelenik a kérdés, szóval tudtam írni is, meg látom is, itt meg nem akarja kidobni. Nem tudom, mi van. Látod a kérdéseket?
Nem látom, de azt nézem, hogy van 9 születője, az a modifications, az a 9 plusz. Igen, némileg sajnos oda a szemináriumot, de gondolom, hogy YouTube-on ott lesz. YouTube-on nem lesz ott, hanem akik külön kérték, azok meg fogják kapni, nem más utólag mindenféleképpen a felvételt. Kaszás Laci bácsiról van szó? Laci bácsi, már rég beszéltünk. Jól van. Itt meg izében, Infinity-ben itt vagyunk. Jó. Na, okay. Szóval, hát hogyha így azt mondja, hogy mikor van legközelebb szeminárium és melyik városban? Hát Budapesten és most szombaton, 20-án van a legközelebb. Azután nem tudjuk még, mert augusztusban megyünk egyet kicsit pihenni, úgyhogy augusztus az off quotes lesz. Nem lesz piaci szín. Színekereskedés lesz, de az is így visszafogottan. Jó. Oké, rendben, itt most már srácok kérdeztek, köszönjük szépen, megfelelően megválaszoltuk mindenkinek. Géza bácsi, van esetleg még valami, amit szeretné megosztani velünk, mert Most nincsen, semmi újdonság nincsen, úgyhogy holnap megyek, és így ott leszek dőben. Jól van, akkor holnap akkor találkozunk, és rend legyen velünk, srácok. Rendben legyen velünk, sziasztok! Sziasztok, ciao!